A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok, Kristóf Krisztián, világot járó artista, kiváló zsonglőr a mai vendégünk, és nagyon sokat tud a cirkusz műfajáról, amit tudom, hogy vannak, akik nem szeretnek, netán vannak, akik utálják, de ő igazán egy olyan artista, akin keresztül meg lehet szeretni, tele van történetekkel, jó a humora, remélem mindenben ma részünk lesz, és természetesen hívhatják őt, ahogy megszokták, kollégák mutatják, 44-51-349-es telefonon, vagy skype.tv.fixhd. És akkor ma az Operett Színházban vannak jegyeink, mondom, hogy mikre, a Sibyl, a Mária Antoinette, a Fém című musical, és a Chicagói hercegnő, ugye ez a legújabb premier. Volt, nem mintha például a Fém olyan nagyon, nagyon régi lenne. Hát akkor várjuk a telefonokat. Hát Krisztián, ugye ne ő kérdeztem tőled, hogy ez pontos-e, hogyha azt mondom, hogy negyed íziglen artista dinasztia tagja, mondtad, hogy édesanyád vonalán, mert hogy anyukád, apukád is egyaránt artista, sőt, ha jól tudom, apukád akkor ő effektíve lakókocsiban született, nem? Így igaz, először is jó estét a nézőknek. Köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen. Igen, édesapám lakókocsiban született, úton éppen amerre járt a cirkusz. És merre járt a cirkusz? Keszthelyen. Keszthelyen járt a cirkusz. És az ő édesapja Kovács fiaként értett a vashoz, erős volt fizikálisan, majd valamelyik nap kitalálta, hogy ott hagyja a családját Franciaországban, és úgymond elszalad a cirkusszal, és ebben a cirkuszban az erejét próbálta kamatoztatni, így mint a francia Herkules erőművész produkcióval járta Európát, és így jutott el Magyarországra. Tehát a nagypapám, ugye apai vonalon, ő belekezdett ugye a cirkuszban, viszont a felesége, ő pedig már több generáció leszármazott, egy Richter lány volt, tehát így az a negyedik generációt nem tudom egészen pontosan, lehet az öt is, vagy lehet akár hat is, de nem kutattam ezt ilyen. De várjál, ez elszalad a cirkuszba, ez hogy megy, hogy egyszer csak gondol egyet, és attól, hogy erős, ott majd működni fog a dolog, tehát nem is volt neki száma, hanem oda ment, hogy én erős vagyok, kezdjenek velem valamit? Valahogy így lehetett, igen, valahogy így volt. A cirkusz az egész varázslatos világ, hiszen ugye felverik a sátrat, az eladásban csodákat látnak a nézők, valakit megfog, van, akit kevésbé, őt nyilván nagyon megfogta ez a világ, lehet, hogy megfogták ott a nézők tapsai, vagy a szép hölgyek, vagy a légtornászok, vagy éppen aki szerepelt. És hát az az emberi tudás, az az emberi erő, amit ott látott, úgy gondolta, hogy neki is van ez, sőt, ő bizonyos dolgokban lehet, hogy jobban tudja, vagy többet tud, vagy jobban hajlítja azt a vasat, vagy át tud dobni egy 18 kilós golyót a kasza fölött, anélkül, hogy elvágja a kezét, vagy fel tud feküdni két kasza érre úgy, hogy közben a gyomrára tesznek egy nagy sziklát, és azt egy ilyen 10 kilós kalapáccsal most orrát törik. Most mondasz, amit a úgynevezett magyar Herkulesnek, ugye ez mind száma, nem? Igen, tehát a magyar Herkules az egyik mondhatnám, hogy tanítványa vagy utóda. A francia Herkules, tehát ugye Kristóf István, idősebbi Kristóf István, ő mutatta be ezt talán először itt Magyarországon. Voltak erőművészek a saját tehát idejében is. Tehát a nagypapád erőművész volt. Igen. És hát ő az erejével került a cirkusz világába, és az erejével dolgozott, mint erőművész, majd mint
Pankrátor és Állati Domár. A Pankrátor ugye az, aki bunyózik a porondon, lehetőleg sárban. A mai ketrec hasznak ugye egy megelőző sportága, ha ennek nevezhetem, tehát birkózás bizonyos szabályokkal, de nem túl sokkal. Aha. Én egyébként, mikor egy-egy ilyen idősebb artista elkezdi mesélni a családfát, akkor már nem tudom követni, hogy annak volt a vízilószáma, az meg lóval, és akkor az meg légtornász volt, az meg nem tudom mi volt, és az egész ilyen egészen szerte ágazik, és nekik tök természetes, és meg kapkodom a fejem, hogy te úristen. Én is kapkodom, ugye? Én is abszolút, úgyhogy a különböző generációk és családi nevek azok keverednek, kavarodnak. Egy zárt világ azért a miénk. Ma nem már csak... talán nem annyira, mert például sok tornászból lesz artista, meg van, ma már ugye többen elhagyják, tehát nem. Így igaz. Tehát most nem már folytatják a... Úgymond felzárkoznak mesterség. Sportolók, meg színészek, meg zenészek, illetve lehet most már... felnőttként is pályát kezdeni, tehát sok olyan lehetőség, sokon kapu nyílt, ami mondjuk a háború előtt, vagy a háború utáni időszakokban még nem létezett. Még hát nem például volt. A párod, aki majd bejelentkezik Skype-on, ő ugye eredetileg muzsikus, ha jól tudom, ugye? Igen, ő zeneiskolát végzett, tehát ő népzenei karmesterként végzett, hegedűsként diplomált, majd Kárpát aljáról Budapestre költözött, és itt pedig kipróbálta magát színészként, hogy a színházakban dolgozott. Majd a Trafó műsorai keretében látott egy új cirkuszi produkciót, egy eladást, ahol egy bizonyos légtornász lánynak a produkciója megihlette, és ki akarta próbálni ezt a szert, amit úgy hívjunk, hogy tisú. Ami lényegében egy ilyen... egy poron, függöny, vagy igen, egy anyag, egy függöny, tehát egy anyag tulajdonképpen, amin úgy felszokták tekerni magukat. Letekerik magukat, lepörögnek. Lepörögnek. Csak ő ezen még hegedül, és alkalmasint akár énekel is egyet. Igen, hát eleinte a technikát megtanulta, miután bebizonyosodott, hogy nem fél a magasban, sőt, nagyon-nagyon szereti a magasságot, van hozzá adottsága, van hozzá érzéke. Én láttam egy vizsgálódását, amit az akkori alternatív cirkusziskola adott, és ebben a vizsgálódásban már kihasználták az ő prózamondó tudását, illetve énektudását, és megfogott ez a szám. Ugye már most itt röviden, mert itt már beszélünk alternatív cirkusz, új cirkusz, és nem mindenki tudja, a múltkor is megkérdezte tőlem, a fogorvosom, hogy mi a fene az az új cirkusz, szóval, hogy az ugye valami olyasmi, pontosan ez, hogy már van benne színészet is, akár jelenetek vannak benne, közelít a színházot, sőt olyan is van, mint a cirkusz cirkör, mondjuk a Rómeó és Júliát előadta, de mondjuk szerelmi jelenet a trapézon, ez már új cirkusz. Igen, nevezhetjük. Tehát elég tág az új cirkusz, hogy mi fér bele. Ettől is ilyen szép maga a cirkusz szakma, mert nagyon sok minden fér bele. És hogy akár kapcsolat van a számok között, tehát hogy egységes, félig-meddig egységes. Igen, igen, régóta vár egy telefonáló, Kristóf Krisztián, zsonglőr Bóta Gábor, fene tudja, mi mondjuk újságíró, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Kratina Etelka vagyok. Hát sajnos én még nem láttam a Krisztiánt, de hallottam a múlt héten a Klubrádióban őt is, meg a kedves feleségét is, hogy nyilatkoztak és elmondták, hogy Krisztián Guinness rekord, és hogy Nemzetközi Cirkuszfesztivál rendezője 1996 óta talán. Hát ennyit, de mondhatnám, hogy tudom, hogy dzsonglőr. Nem mondjon sokat, mert nyilván nehezebb lesz róla most sok mindent előásni, de most akkor mondom, hogy de akár Demjén Natáliáról is lehet, a párjáról, sőt édesapjáról. Zenész, igen, azt tudom. Sőt édesapjáról, Kristóf Krisztiánról, akit meg majd Kristóf Istvánról,
aki ugye hát 19 évig vezette a Fővárosi Nagycirkuszt. 24. Igen, 24? Igen. 24 évig. Hoppá. Igen, ezt már igen. Szerintem egyszer eltévesztettem. Jó, igen. Akkor köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy... Jár a két jegy az Operett Színházban. Gratulálok a sikereihez, és további köszönöm. Jó egészséget. Jó köszönöm munkát. Szépen. Viszont köszönöm. Köszönjük viszontlátásra. Egyébként a mostani cirkuszműsorban éppen látható. Tehát, ha kedves Szottyan, majd esetleg a bejátszások alapján, akkor meg is nézheti. Várjuk az újabb telefonokat. Jó, hát ha már elhangzott ez a Guinness rekord, akkor azt kérem is, hogy a kollégák készüljenek be azzal a résszel, amikor ilyen szivardobozokkal zsonglőrködik a Krisztián, mert ehhez fűződik a Guinness rekord. Ugye itt az van, hogy feldobod őket a levegőbe, és az alatt megpördülök a négyszer, és ez számít, igen, ugye? Igen, ez számított Guinness rekordnak. Igen, ez számít Guinness rekordnak. Ott a felvételek közt van egy olyan, ahol az egyik doboz be van gyújtva, azt fogom úgy feldobni, hogy közben megpördülök. Azt nem biztos, hogy most látjuk, de majd de hát, ha. De tulajdonképpen arról a Guinness rekord, ami 94-ben lett felállítva, az három szivardoboz ugye összetartása után, mind a három feldobása alatt fordulok meg négyszer ugye a tengelyem körül. Tehát ugye az egy 1440 fokos fordulat, és ugye annak a végén ezt a három doboz külön-külön elkapom, és összeszorítom a jobban meg a vállal ugye a középsőt. Tehát az eredeti pozíciójába kapom el. Azért vagyok büszke még erre a mutatványra, mert azóta nem lett megdöntve. Tehát egy 10 éve fenn létező rekord lett akkor megjavítva, és ugye ezt jegyzik a zsonglőrök világában a 40-es évektől, hogy kifordult meg először egyet, három dobozzal, kifordult meg kétszer, aztán kifordult meg háromszor, és ugye egy 77-ben felállított rekordot tudtam megdönteni 94-ben, de 94 óta ez áll, úgyhogy tartja magát, én már nem tudom megismételni, és ezt túlszárnyalni, én négyszer tudtam megfordulni. Annyit tudtam még bele nehezíteni, vagy bele variálni, hogy abból az egyik dobozt meggyújtottam, és az most már lángol, és úgy fordulok meg négyszer, de azért a három doboz feldobásos az nehezebb volt. Aha, de úgy értettem, hogy meddig csináltad, hogy hány évig, vagy mikor érezted, hogy ó, van már egy kis pocak, vagy valami, és akkor már ez nem megy. Tavaly nyáron volt egy komolyabb idegbecsípődésem a gerincembe, tehát a derekam táján, és azt én úgy vettem, hogy egy jelzés arra, hogy lehet, hogy ideje egy picit visszavenni a tempót, de folyamatosan fogom visszavenni, hiszen ahogy mondtad, tehát a pocak az nő, 47 éves vagyok, 11 éves korom óta foglalkozom ugye ezzel a szivardobozos pörgéssel. Nyilván egy állandó, ismétlődő mozgás az már okozott olyan károkat, hogy keresztszalagaim hiányoznak, porckorong sérveim vannak. Mi az, hogy hiányoznak? Mi az, hova tűnik? Ezt ki kell operálni? Hát elszakad, és lehet műteni, vagy lehet nem műteni, csak erősíteni, és azért az izomcsoportok azért sokat tudnak fogni. Maga a térden nekem a hátsó keresztszalagaim úgy a jobban, mint a balon elszakadtak. Azt hiszem, hogy az egyik az talán 96-ban, a másik meg 2006-ban. Na, akkor lesünk bele a számba.
bevallom, neked van arról is részünk, úgyhogy kérem a kollégákat, mert szerintem ezt ők most gyorsan kiválasztották nekünk, hogy amikor dobálod. Tehát én jobban szeretem, amikor játszol. Tehát nem ezt a hú de sport teljesítményt, és a cirkuszban is bevallom neked, nem, olyan nagyon nem az érdeke, hogy valaki megugorja a hármas szaltót, hanem az, hogy hogyan ugorja meg. És ugye neked van egy stílusod, te ez úgy lemezett gentleman zsonglőr vagy, tehát bejössz frakban, elegánsan, cilinderrel, amivel aztán majd ugye amiket majd dobálsz, és majd azt is látjuk. Tehát mint egy elegáns angol úr, és közben elkezdesz játszani ezekkel a mindenféle instrumentumokkal. Igen, tehát a zsáner, a gentleman zsonglőr név az egy zsargon, egy ágazata a zsonglőröknek. A háború előtt alakult ki, hiszen a korabeli éttermekben, szórakozó helyeken még színpad sem volt, de voltak beépített emberek, akik mint álvendégek fogyasztottak, de megviccelték a többi vendéget egy-egy különösebb mutatványa. Mondjuk felállt az asztaltól, és oda ment a fogasig, és a fogasról levett egy cilindert, azt elkezdte pörgetni, dobálni, tehát így szórakoztatta az ott lévőket, kvázi mint egy beépített vendég. Később ebből, és ennek a sikerére alapozva alakultak ki úgymond ilyen varieté jellegű számok, majd ez annyira populáris lett, hogy mindenki akart ezt látni, és dobogóra került. Tehát a londoni éjszakában, meg az ottani ilyen nagyobb éttermekben, music hallokban fokozatosan egyre több ilyen szereplő jutott erre a színpadra, és alakultak ki ezek a dinner show-k. Igen, és te ebben valahogy beleszerettél, ugye a szüleid nem ezt csinálták. Tehát a szüleidnek ez az úgynevezett pers száma volt, ami ugye azt jelenti, hogy édesapád egy rúdon tartja az édesanyádat, aki ott mindenféle ilyen tornamutatványokat csinál. Te ezt nem akartad soha? Nem, soha. Mert? De ez hogy volt, hogy gyerekként nem tetszett, vagy féltetted a mamát, hogy ott van fönt? Igen, pontosan. Tehát én gyerekként végignéztem, hogy naponta egyszer-kétszer végigcsinálják az ő 10 perces perc számukat. Ugye, ami abból állt, hogy anyukám felmászott egy 10 méter magas rúdra, amit ugye édesapám egyensúlyozott, és akkor a rúd végén különböző mutatványokat fejen állt, kézen állt, megpördült a saját tengely körül. Tehát olyan trükksorozatokat csinált, amiben volt azért kockázat, hiszen nem volt rajta biztosító kötél, nem volt alatta se légzsák, se háló. Tehát attól volt érték ennek a produkciónak, hogy életveszélyes volt. Egyébként ez Monte Carlo-ban, ugye ezüst, a Monte Carlo-i nagy cirkuszfesztiválon, ha jól emlékszem, ugye ezüst érmet kapott. Igen, 77-ben, amikor még a Monte Carlo cirkuszfesztiválon négy órás műsor indult egymás ellen ugye versenyre, ez körülbelül egy 80 produkciót jelent, és a 80 produkcióból volt egy aranyérmes, és volt 5 ezüstérmes. Hogy miért így osszák fel, nem tudom, de lényeg az, hogy 80-ból ugye 6 olyan produkció kapta meg ezt a bizonyos arany vagy ezüst bohócot, aki ugye ebben a top 6-ba végződött, és ő harmadikak lettek. Mm-hmm. Tehát ez akkoriban egy nagyon nagy szenzáció volt, ma is az lenne, bár már azért közel sem ekkora a verseny, hiszen ma már nem 80 szám, hanem csak 24 szám indul, és nem csak 6 bohócot osztanak ki, hanem kiosztanak mondjuk 16-ot. Mm-hmm. Na, akkor mi megadjunk telefont, jó estét! Jó estét kívánok, én Menyhárt Imréné vagyok, és nekem az az élményem a Krisztián művészetével kapcsolatban, hogy a gyerekeim nagyon szerették őt,
és mindig itthon csinálták ezt a téglás, meg a sapkás mutatványba és a cilindres mutatványokat. Hogy azt úgy próbálták ugyanúgy domálni sapekokkal, ahogy ő a cilindert? Csak jó élményt hozott a családnak. Aha. Köszönjük. Jó, hogy nem tányérokkal és poharakkal. Krisztián ugye buzogánnyal is csinálta ezeket a... Buzogányat csak iskolás koromban, amikor tanultam. Porondon nem soha. Porondon nem. Mert hogy egyébként a buzogány az gentlemanhez nem illene? Nem illik. A gentleman csak olyan eszközöket használ, ami a mindennapi úriember életében megjelenik. Cilinder, sétapálca, szivar, szivardoboz, asztal, szék, tehát ilyesmi. Mit kérdezett? Hogy a sétapálca most beugrotta, ahogy mondta Krisztián. Igen. És nagyon sok sikert kívánok továbbra is. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm szépen, viszont hallásra természetesen. Jár a két jegy az Operett Színházba, és várjuk a következő telefonokat. Szóval valahogy egyébként ott hagytuk abba, hogy te nem akartál. Nem is akartak rávenni, hogy csináld ezt? Rávenni nem, semmiféleképpen. Volt róla szó, hogyha beszállnék ugye az ő számukba, akkor milyen szerepet töltetnék be, mondjuk felmásztatnék én is a perzsnek a végére, letarthatnám anyukámat a kezembe, és akkor már mint egy trió dolgoznánk, ugye édesapám erős volt, és bizonyára elbírt volna a Rudon kívül még két szemét, de engem megfogott 7 évesen egy német zsonglőrnek a produkciója, ez a bizonyos Rudi Schweitzernek a zsonglőr száma, és én beleszerettem, és én ilyet szerettem volna csinálni. Mert mit csinált ő? Gentleman zsonglőr volt, tehát... Ja, ő is gentleman. Abszolút. Cilinderrel, szivardobozzal, ő még gumilabdákkal is zsonglőrözött, tehát engem megfogott maga a karaktere, engem sem a nehézség fogott meg, hogy hányat pördült meg a szivardobozzal, hanem a karaktere, ahogy kommunikált a nézőkkel, a sármja, a humorja, a stílusa, nem csak maga a színpadon porondon, hanem a közéletben is. Tehát nagyon elegáns, zakós úriember volt. Ja, hogy ő tényleg elegáns fickó volt. Aki ugye egyedülálló férfiként, lehet, hogy nem stimmelt minden vele, nem tudom, de én arra emlékszem, hogy a szállod a lobbiban, hogy sűrűn láttam szivarozgatni, és újságot olvasni, és kávézgatni, és ez a kép róla nekem nagyon megtetszett. Annak ellenére, hogy tényleg pici gyerek voltam, tehát 7 éves, majd másodjára, amikor ismét ugye szüleim bele dolgozhattak, akkor már 9 éves voltam. És akkor ő tanítgatott is? Tehát akkor mentél oda hozzá, hogy tessék bácsi mutatni, hogy így megúgy? Hát igen. Hát a bácsinak elgurult a labdája, akkor én felvettem, és rögtön visszaadtam, nem játszottam vele, nem kezdtem el dobálni, hanem udvarias módon hizelektem, hogy ne zavarjon el, mint a többi gyereket. És egy X hónap után kaptam tőle egy ugrálókötelet, hogy gyere, akkor ugorjál, mert ez jót tesz, és együtt ugráltuk a kötelet, majd a végén megmutatta, hogy kell 3 labdával zsonglőrözni. Aha. És ez a szerelem, ez kitart a mai napig is, tehát ezt szerettem, nem akartam soha semmi más csinálni, és édesapáméknak a munkájából pedig nekem a rettegés maradt meg, hogy hát anyukám ott van fent, és felfogtam már, hogy ez mennyire hát veszélyes. Hát és aztán történt is egyszer ugye egy baleset. Történt több is, de valahogy a szerencse mindig közrejátszott. Volt eset, amire konkrétan emlékszem, hogy felszakadt a szőnyeg valahol a porond közepén, és édesapám ugye lépett a rúddal, úgyhogy rajta volt anyukám, és hát ugye a balanc az előre-vissza, akkor előre kell menni folyamatosan, hiszen nem erőből tartja, hanem egyensúlyba, és hát a lábfejve belelépett ebbe a lukba, és nem tudott tovább lépni, és ugye szakadt a szőnyeg, viszont a súly már elő volt, de szerencsére már éppen csúszott le édesanyám, és hát erőből még tudott valamennyit visszatartani, úgyhogy ilyen 3 méterről esetett, de nem nagyot, tehát nem lett komoly baja. Volt olyan eset, hogy 10 méter magason úgynevezett strabátli, az egy
hát egy ilyen kötél, gurtni anyag, amit beakasztanak vagy csuklóra, vagy bokára, és hát neki a bokáján volt, feje lefelé lógott, és egyszerűen érezte, hogy ez a bizonyos anyag, ez vizes lehetett, elkezdett csúszni, hogy a bokája az enged ki, és szólt édesapámnak, hogy vigyázz, mert jövök, tehát hogy le fog onnan zuhanni. De volt annyi lélek jelenlét mind a kettőben, hogy ugye anyukám jelezte, hogy baj van, mondta, hogy le fog zuhanni édesapámnak, meg annyi ideje volt a szabad esés másodperceiben, vagy nem egész másodperceiben, tized másodperceiben, hogy ezt a nehéz 30 körös rudat ledobja a válláról, és őben elkapja 10 méterről. Természetesen összeestek, apámnak szakadtak az izmai, eltört az orra, anyukámnak is, de nem lett komoly sérülés. De egy harmadik esetnél ott sajnos nem az ő hibájukból egy blackout, tehát egy áramszünet. Tudom, hogy igen. Tehát hogy a lámpa kiment, és nem volt aggregátor, ami egyébként kötelező a cirkuszban? A cirkusz... Tehát hogy szám közben egyszerűen elaludt a villany. Igen, egyszerűen sötét lett, és igen, a gond ott volt, hogy ez egy új cirkusz volt, egy vadonatúj berendezéssel, ahogy ugye garantálták, hogy van egyszer három forrásból van a világítás, egyszer agregát, ugye, ami ugye hát valamilyen üzemanyaggal működik, tehát motorról jön az áram. A másik ugye városi volt, fix bekötéssel, és egy harmadik, egy 12 voltos biztonsági rendszer, csak valahogy ez a három az egy dobozba ment be, és az egy dobozból osztódott ki, és ugye abban a dobozban történhetett valami, amitől minden elment egyszerre. Így hát sötétben egyensúlyozni nem lehet, ahogy kibillent a súly, egyszerűen elszállt az egész, és hát édesanyám az a porondnak a szélét fejelte le úgy, hogy sajnos megnyílt egészen a koponyája, úgyhogy nagyon komoly sérülés szenvedett, néhány napig kómában volt, és hát közel egy évig rehabilitálták, mire És hát soha többet nem tudták a számot. A számot ők lehet, hogy ösztönszerűen még egyszer megpróbálták megcsinálni. Ment is volna, csak de benne volt a veszély, bennem a veszély, hogy ha még egyszer valami történik, akár kisesés vagy kiskoppanás, tehát ez egy akkora jel volt, egy akkora trauma, hogy ennek a felelősségét nem akarta vállalni édesapám. Pedig nagyon akarták. Tehát nagyon nem akarták elfogadni azt, hogy a baleset véget, van vége az artista pályafutásuknak. Aztán a sors úgy hozta, hogy apukámnak felkínálták a Fővárosi Nagycirkusz vezetését, és ugye 87-ben volt a baleset, és 1988 április 1-től, mikor, ugye Bolondok napjától, lett édesapám a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója egészen 2012. januárig. Tehát 24 évig. Akkor most adjunk telefont, és azt kérem a kollégát, hogy közben hívják Skype-on Demjén Natáliát, Krisztián párját, aki meg légtornász, és azt tudom, hogy a Krisztián csinálja a biztosi kötelét, tehát hogy ez egy bizalmi pozíció. De addig adjunk telefont, jó estén! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm mind a kettőjüket, a művész urat is és a Gábort is. Kajári Jánosné vagyok. Azt szeretném mondani, hogy ez egy nagyon kemény munka, művész úr, ez nagyon kemény, szép feladat, de nagyon kemény küldetés ez önnek, ugye? De hát a családnak is. Így igaz, de a vérünkben van, és nagyon szeretjük csinálni. Másképpen igen. Nem is lehetne. És azt szeretném kérdezni, hogy a 96 és 2, mert egy kicsit most csalok innen a számítógépről is, mert nyugodtan, nem általában az artistákat nem ismerik úgy, ahogy mondjuk itt ül Bodrogi Gyula, hát vagy Halász Judit, és van 25, van mit tudom én hány száz szerepbe látták. Igen. Tehát nehezebb hozzá valamit mondani, mert van egy száma. Na most egyedül én Kispesten lakom, és itt rendszerint, mikor van városünnep, nem tudom, a Simet családot, hogy jön, ismeri-e? Simet László, hát a drótköteles. Igen, ide szoktak. Aki ott az olimpia megnyitóján is flangált fönn a magasba. Igen, ide szoktak meghívni őket Kispestre,
hát nem is tudom, mikor voltak utoljára egy általában város ünnepen, hát ilyen a drótköteleket, meg ilyeneket csinálnak. Szóval, hát gondolom, hogy ön is. Hát ön meg... Kötéltáncos, és egészen elképesztő új apparátussal, most úgynevezett, hát egy szemaforral dolgozik. Jelenleg az Egyesült Államokban vannak, és hát több mint 30 éve képviselik a magyar cirkuszművészetet, nagyon nagy sikerre szert a világon. És azt szeretném kérdezni, de ön is csinálja ezeket, vagy már inkább... Nem. Én zsonglőr vagyok, én a földön maradok, én félek a levegőben. Helyett. De most a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, az itt is volt nekik műsoruk, nem csak a világszerte mennek, hanem gondolom, hogy itt is volt nekik Budapesten. Igen, a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál az egy cirkuszi rendezvény, az egy versenyrendezvény, ami a Fővárosi Nagy Cirkuszban van megtartva. 96 óta, két évente rendeződik, és hát idén volt a 11. kiadása ennek a versenynek. Ezen a fesztiválon Simet László a legelsőn szerepelt, 96-ban, ahol bronzérmet nyert, egy nagyon erős mezőnyben. Sokkal többet érdemelt volna, tegyük nagyon-nagyon erős mezőnyben, tehát az akkori bronz, én azt mondom, hogy ez ma simán egy arany, és 2012 pedig ezüstöt nyert ezzel a szemafor produkcióval, ami hát elképesztő nagy újítás. Egyébként volt itt vendég a Buta Caféban, ha használ netet, akkor fönn van a neten, nyugodtan nézze meg. Megnézem. Köszönöm szépen. Ne haragudjon, mert kicsúszunk a műsoridőbe. Csak gyorsan még, hogy a kislánya is követi a példájukat? Önnek? Nem. Egy ideig volt róla szó, egy ideig tetszett, szeretett, csak kevés időt van velünk, igen? És ez a fertőzés, mert úgy hívom, hogy ebbe benne kell élni, igen, a cirkusz világában. Ez még nem ragadt rá olyan mértékkel, hogy eldöntse, hogy mit akar, de még változhat, tehát még benne van. De hány éves? Nagyon gratulálok, hogy 11. nagyon sok helyen járt ön is. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Jár a két jegy az operáciázva, várjuk a következő telefont, és kérdezem, hogy megvan-e a Skype kapcsolat, nincs valami miatt meg, akkor kérem a kollégákat, hogy dolgozzanak rajta. Szóval, hogy igen, itt most a hölgy említette, hogy hány helyen jártál, hát hány, rengeteg helyen jártál, nem? Nem tudom, nem számoltam meg, hogy... Hát mondd el, hogy így ettől ameddig. Hát nehéz. Akkor földrészeket vannak, tehát Európát azt végigjártam, kevés az olyan ország, ahol nem. Ázsiában sokat dolgoztam, utóbbi időkben is egyre többet ugye Kínában, Japánban, Malázia, Indonézia, Szingapur, Tájföld, Fülöp-szigetek, Afrikában kevesebbet, de ott is volt szerencsém Tunéziában, Marokkóban és Szenegálban dolgozni. Majd nem sokára megyünk a Natáliával közösen Dél-Afrikában, október végén, ami egészen izgalmas lesz, mert egy hajóval fogunk menni. Tehát Velencéből indulunk, keresztül ugye a Suezi csatornán, és akkor ugye Madagaszkár mellett Durban lesz ugye a végállomás, de közben megállunk olyan helyekkel, mint a Seychelles szigetek, vagy Mauritius. És minden helyen ennek, felléptek? Hát hajón fogunk fellépni. Tehát viszont már a hajón is a hajó menete közben azért megállunk ilyen tényleg szép helyeken. És ennek nagyon örültem, hiszen 32 év után is van végre egy olyan hely, ahol még nem jártam, tehát valami újdonsággal találkozhatok. És akkor itt van Natália is, most már a Skype-on, mindjárt látjuk is őt, gondolom, igen. Jó estét kívánok! Szia! Sziasztok, jó estét! Szia, Natália! Hát ő is viszonylag új, nem? Abszolút. Mióta és hogy ismerkedtetek meg? Hát nyilván a szakmakat. Viszonylag új! Na, az mit jelent? Nem tudom. Hát viszonylag új artista, erre célzott. 2008-ban lépett fel
Először cirkuszban, a Fővárosi Nagycirkuszban, az akkori Ritmus Cirkusz című produkcióban. Ott egy ilyen nagyon hibrid szerepe volt, ahol nem csak légtornász, de zenélt is, énekelt is, konferanszként és is. És ott rögtön beleszerettél? Előtte szerintem már egy kicsit beleszerethettem, de igen, hát a produkció végére, tehát a műsor végére ott bontakozott ki a szerelmünk, és 2009 legelejétől alkottunk egy párt. És te, Natália, láttad már korábban a Krisztiánt, vagy te is akkor? Fellépni, vagy úgy egyébként találkoztam-e vele? Fellépni? Nem, én nem is tudtam ki ő egészen addig, ameddig oda nem jött ugye hozzám a Ritmus Cirkusz kapcsán, hogy volna-e kedvem ebben a műsorban részt venni. Aha. Én számomra teljesen idegen volt, vagy nem tudtam, hogy ki ő, vagy mit csinál, vagy mivel foglalkozik. Az egyik vizsgálóadás végén találkoztunk ugye személyesen először, és azt hiszem előtte párszor láttam a próbateremben, amikor próbált, de hát nem követtem én nyomon, hogy ki az, aki próbál, és mit próbál, és miért próbál, úgyhogy nem ismertem előtte. És akkor mitől jötted rá, hogy neked azért inkább követned kéne nyomon? Őt? Aha. Hát nem is tudom, biztos kedves volt. Nem biztos, 100% kedves volt. És ezt tudom, itt már beszélgettünk a műsor elején, hogy ugye ő húzza a te biztosító köteledet, ami egy tehát jobb érzés, hogy ő tartja, mint hogyha akárki más, hogy nyilván más is tudná azt tartani. Még talán erősebb fiú is van, nem? Biztosan tudná más is tartani, de jobb, hogyha az ő kezében van az én életem. Itt muszáj beleszólnom, azért ez nem biztosító kötél, meg nem a kezembe tartom. Egy gomb. Ez egy csörlő, egy drótkötél, aminek a végére beakassza ezt a tisút, tehát ezt az anyagot. Mm-hmm. Tehát maga az anyagot húzom fel csörlővel, és engedem vissza, és hát ennek van egy 11 méteres játéka, tehát a földtől egészen fel a kupoláig, és magának a csörlőnek a kezelését tartom a tenyerembe, ahol ugye van egy felgomb, meg egy legomb, és van egy ilyen sebességállítási lehetőség, tehát ezt kell precízen, pontosan kezelni, hogy ő nyugodtan tudjon dolgozni. De várjál, ha mondjuk ő zuhanni kezd, akkor te mit csinál? De nem úgy, hogy, mert ugye van a számba olyan, hogy szinte lezuhan a földig. Igen. És éppen előtte megáll, és akkor sikítanak egyet a nézők. De mondjuk én nem tudom, hogy volt-e ilyen. Hogy valami miatt ő tényleg esni kezd, akkor te mit csinálsz? Akkor már rég rossz. Ez úgy néz ki, hogy a produkció előtt a Natival mi lemérjük azt a bizonyos zuhanási távolságot ezen az anyagon. Amikor megvan mondjuk ez a 9 méter, akkor a 9 méternél ő ezt elköti a derekánál, a testén, majd utána ezt a meglévő anyagot, ezt feltekeri az egyik lábára, és a produkció kezdetén ugye énekel, majd a hegedűvel lefekszik a földre, és miközben hegedül, ő szorítja ezt a felcsomózott 9 métert az egyik lábával, én felemelem egészen a kupoláig, és amikor már elérte a maximális ugye, magasságot, akkor kiszabadul ez a kötés, és csak ott áll meg, ahol el van kötve a dereka. Tehát ha jól számoljuk ki, és igyekszünk ezt nagyon pontosan kiszámolni, akkor mondjuk egy méterrel a föld fölött. A kollégák majd mindjárt készülnek is a szám részletével, ott éppen azt látjuk, hogy fölemelkedik és hegedül. És te az elején nem tojtál be, hogy neked oda a magasba kell fölfelé? Én? Igen. Nem. Én ettől nem ijedek meg, én szeretem a magasságot. Én csak attól ijedek meg, hogyha új helyen kell szerelni, vagy új helyen kell először zuhanni, hogy minden biztos-e, jó-e a kupola, vagy jó-e a rögzítés, ahova szereltünk, de alapvetően nem vagyok egy ilyen ijedős fajta. Uh-huh. És az, hogy ilyen komplex számot csinálsz, tehát hogy zene, ének és artistaság, ez tök természetes volt? Nekem igen. Igen.
Na de az is, hogy ott a magasban énekülsz. Így alakult. Tehát, Na de valaki erre csak rávett, vagy te rá, akart? A Tünde rávett, a Vince Tünde, aztán a Krisztián támogatta ebbe az ötletben, vagy ebben az ötletben, és akkor az évek folyamán ez így-úgy ilyen olyan irányba elkezdett alakulni. Aztán most abban a formában látható, ahogy a Fővárosi Nagy Cirkuszba bemutatom, de ennek volt egy előző verziója ennek a számnak, ami kicsit elvontabb volt, kicsit a színház felé húzott, most inkább, hogy úgy fogalmazzak, eladhatóbb, vagy szórakoztatóbb talán, mint az előző volt. Na, akkor köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és belenézünk most a számodba, de addig elköszönök tőled. Én köszönöm. Szép. Köszi, neked szia. Is, szia. És akkor most nézzük a számrészletet. Igen, hát ugye itt van az a rész, amikor így leesik. Nem érezték a kollégák, hogy van-e telefon, de most adhatnánk, ha lenne telefon. Van? Akkor adjunk. Jó estét! Jó estét, jó estét! Ja, hogy nincs telefon. Akkor gyorsan várunk telefont, mert még bőven van rá módunk. Jó, és akkor mi pedig folytatjuk. A világ különböző pontjain ugyanúgy veszik a számot? Vagy van azért különbség, hogy mondjuk máshol röhögnek bele, vagy nem röhögnek bele, csak hallgatnak, hogy nagyobb az ünneplés, szóval hogy van ez? Hát mindenhol másképpen. Azon felül, hogy más országokban lépünk fel, különböző helyzetekben vagyunk bemutatva. Tehát dolgozunk cirkuszban, dolgozunk színházban, dolgozunk televíziós produkciókban, dolgozunk varietében, éjszakában, ugye mulatóban. Igen, én először egyébként téged a Moulin Rouge-ban találkoztam veled, amikor az éjszakai műsoros lokálokról csináltam műsor. Igen, és az jó régen különben volt. Vadászom azt a felvételt, mert nekem valamikor megvolt VHS-en, Budapest by Nacht, azt hiszem ez volt. Valami olyasmi volt a címe. Még a Királyi TV-be készült. Ha meg lenne neked, akkor... Lehet, hogy megvan, de ez VHS-en van meg, abból már nem sok látszik szerintem. Hát igen, pedig de... nagyon tartalmas, és szerintem nagy kincs. Ilyeneket nem kell mondani. Igen. Nagy kincs az a felvétel. Tehát igen, hogy különböző helyzetekben kerülünk mi ugye a nézők elé, és hát minden helyzet megvan a saját adottsága. Úgy érzem, hogy attól vagyunk művészek, hogy azon kívül, hogy ezeket a mutatványokat ugye előadjuk, vagy megcsináljuk, ezt megfelelő képen kommunikáljuk le a nézőkkel. Tehát, hogyha mondjuk egy éjszakai helyzetben vagyok, akkor elviszem egy humor irányába, de egy olyan humor irányába, amit mondjuk a felnőttek jobban vesznek. Ha a cirkuszban vagyok, akkor ott is lehet viccelődni, de azért figyelembe kell venni, hogy ott többnyire gyerekek jönnek, és hát családosok már mind is. Nálunk a világban nem feltétlenül, vagy mindenütt ez már inkább gyerekműfaj lett? Egy picit más. Mondjuk nálunk például a gyerekek nagyon jól neveltek, és türelmesek, és figyelmesek. Tehát fel tudok építeni egy poént, és megérti a mondjuk a magyar 5 éves, vagy magyar iskolás. Oroszországban már nagyon-nagyon oda kell figyelnem, főleg Dél-Oroszországban, mert mondjuk van egy poén, amit jól ismersz, amikor a cilinder akaratlanul, vagy úgy csinálva, mint hogy akaratlanul, a hátamra esik, ott egy zavarba jövök, és abban a zavaromban hirtelen
ugye nem tudok mit csinálni, ha megpróbálom ezt ugye visszalökni, visszabökni, ugye, hogy senki ne vegye észre, nem nyúlok hozzá, és valahogy visszamászottam a cilindert a fejemre. Oroszországban abban a pillanatban, hogy észlelik a bajt, a hibát, hogy na, a hátán van, akkor a gyerekek elkezdenek búzni, kiabálni, sőt, akár bénázni. Tehát én kórusban, hogy béna, béna, mert alig várják, hogy mikor lehet kifigurázni, vagy mikor lehet úgymond támadni azt a szereplőt, aki valamit elrontott. Tehát ilyenkor van az, hogy nagyon, tehát nagyon tudatosan lehet csak megengedni nekik a kommunikációt, mert lehengerelnek. Közben a kollégák szerintem készülnek a cilinderes számmal, de akkor most már rögtön lett telefonáló, hogy adjuk is. Jó estét! Jó estét kívánok! Parancsoljam! Üdvözlöm Buta Gábor urat és a Krisztián művész urat. Igen. Szeretném hát én megemlíteni, hogy a Maciba Mester Stúdió megalapítása hozzáfűződik, és a Noella nevű kisgyermeke van, ami 12 éve körüli. Úgy az előbb tudom. Talán 11-re mondta, de... Augusztusban lesz 12. Akkor 12. Jó, ennyi. A igen. Kisunokám, a kislány is pont egy napon születtek akkor a kislánnyal. Egészen pontosan egy napon? Igen, még augusztus 11-én. Aha, na, hát igen, akkor... És nagyon még annyit szeretnénk mondani, hogy nagyon tiszteletre méltó, és rengeteg, az világ nagyon sok táján rengeteg érmét nyert. Aranytól, ezüsttől, Párizstól, mondjuk rá, a Koreáig, mindenütt kitüntetéssel tért haza. Ez nagyon dicséretre méltó, Magyarországnak is köszönhetjük, hogy a Magyarországnak ennyi érmet szerzett. Köszönöm szépen. Természetesen jár a két jegy az Operett Színházba. És további jó egészséget kívánok. És úgy még szintén. Kettő telefonra lesz módunk, és akkor most lessünk bele, ugye mehet a cilinderes szám, mehet, akkor ma nézzük. Ennyi, hát ez egy sokkal pici részlet sokkal hosszabb dolog. Soha nem, nyilván azt fogod mondani, hogy nem, de az emberben megfordul, hogy egyetlen számot csinálsz egy életen keresztül, hogy az egy őrület, és rögtön meg, nem unod, nincs olyan, hogy már, amikor mondjuk egy nap három előadás van, mint itt szombatonként, igen, hogy ugye délelőtt, délután, este is nyomod, hogy a pokolba kívánod az egészet, hogy ez már egy verkli, hogy ezt nem lehet kibírni, hogy szóval nincs ilyen? Igenis, meg nem is. Tehát sok mindentbe próbálkoztam. Tehát volt olyan igény, hogy mondjuk Dél-Amerikában a Tihanyi cirkusznál dolgoztam, és ott kellett egy erős fiú, aki felmászott a hinta végére, és hajtotta ezt a nagy vashintát, és onnan ugráltak ki az akrobaták különböző szaltókkal. Az egyik ilyen erős fiú az véletlenül elszállt, összetörte magát, és nem mert visszaszállni erre a hintára. Én bevállaltam, mert anno az artista képzőben volt rá lehetőségem kipróbálni, és akkor pluszként ebbe a csoportba beszálltam, vagy kellett valaki, aki felült a lóra, és mint Buckingham-i tiszt egy ilyen hosszú fekete sisakkal a fejemen véglovagoltam a színpadon, vagy egy illúziótrükkbe ugye besegítettem. Légtornás számba szintén fogóként ugye beszálltam, de a vége mindig az, hogy keresik az egyedülállót. Keresik azt, amiben valaki a legjobb. És ezek az apró próbálkozások, vagy mellékes számok, ezek úgy lemorzsolódnak, mert mindig a minőség kell.
Tehát én úgy voltam... Voltunk egy időszakban tanulni a fővárosi nagycirkuszban, amikor nem az kellett, de most erről akkor ne beszéljük. Engem mindig úgy neveltek, vagy a szüleim úgy neveltek, hogy fiam, csinál egy valamit, de csináld úgy, ahogy ezt más nem tudja. Csinál olyan nehézségű, olyan fokú dolgokat, amit nem lehet utánozni, vagy nagyon nehéz utánozni. Én ebben hittem, és ez tulajdonképpen ez olyan, mint egy kő, amit ugye elkezdünk csiszolni, és addig csiszoljuk, míg tényleg olyan fényes lesz, hogy ne legyen párja ugye a piacon. Én ebből a zsonglőrszámból élek meg most már több mint 30 éve. Van ennek 5 perces verziója, van ennek 30 perces verziója. Tényleg 30, ezt nem tudtam. Mikor mi kell, van, ahol beszélek, van, ahol közönséget felhívok a színpadra, interakció gyerekkel, vagy interakció 3 felnőttel. Tehát különböző formátok, de a magja, tehát a lényege, az tulajdonképpen ez a 10 perc, amit a Fővárosi Nagycirkuszban is most bemutatok, e köré épül minden. Mert ezt tudom jól csinálni, erre van igény. Oké, akkor most adjunk telefont, és utána meg azt kérem, hogy ne telefonáljanak, de lesz még egy telefonra módunk, mert utána kérem a kollégákat, hogy hívják föl, és ez ugyanaz a vonal, Kristóf Istvánt, Krisztián édesapját, de akkor most jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, és hát nagyon sok mindenről hallottunk, hogy a művész úr milyen széles körben járta be a világot, és engedje meg, hogy a kitüntetései közül én azt hiszem, hogy a 1993-ban kapott Hortobágyi Károly díj, ami egy kimagasló díj lehetett, hiszen Budapesten kapta meg, hát Magyarországon. Az az artit, hát én az az úgy gondolom, hogy talán az hát ugye az artista. Jól értelmezem, és tényleg én is hát nézem a Wikipédiát, és erről próbáltam lenni. Ugye neki, hogy tudtam beszélni egy ilyen neves művész úrral, és kívánok önnek és a kedves feleségének is nagyon jó egészséget, sok köszönöm sikert. Szépen. Köszönjük szépen, jár a két jegy, és akkor most kérem, hogy ne telefonáljanak, majd utána lesz még mód, mert akkor a kollégák hívják Kristóf Istvánt. Ugye Hortobágyi ugrócsoport volt, egy nagyon neves ugrócsoport, tehát innen a díj elnevezése, és ez az artistáknak a művészeti díja. Korábban az artisták is részesültek a Jászai Mari nívódíjban, egészen... Ami a színészeké, amúgy. Színészeké volt, ugye az meg volt osztva, tehát abból kaptak artisták is, majd 92-ben a Jászai Mari díjat artistáknak már nem adták ki, hanem megalakult a Hortobágyi Károly nívódíj, ami felváltotta ezt úgymond a szakmában, és az első egyébként az pont Simet László volt 92-ben, én kaptam meg a másodikat 93-ban. Ja, te már a másodikat? Én vettem a másodikat, büszke voltam rá, mert tényleg csak 23 éves voltam akkor. 23 éves voltam. Elég fiatalon kaptam meg. Kérek a kollégáktól jelzést, hogy van-e... Nem tudják. Nagyon szépen kérem, hogy most ne telefonáljanak, mert nem tudják a kollégák fölhívni Kristóf Istvánt, és nagyon-nagyon szeretnénk, jó? Megteszik, hogy most egy picit nem telefonálnak, jó? És utána még lesz egyre mód. Összejöhet? Most jó, beszéljek, és akkor talán sikerül, vagy esetleg egy másik telefonon lehetetlen, őt nem, mert ez van adásba kapcsolva, úgyhogy kérem, hogy akkor tudjál mit? Akkor adjuk be most ezt a telefont, jó? Tegyük meg, hogy beadjuk, és utána nem adunk be több telefon. Az se jó. Akkor nem tudom mi a jó. Majd kialakul. Azt én tudom, hogy te édesapádat hát úgy meglehetősen tisztelet, tehát, hogy bizonyos tekintetben példaképednek tartod meg. Így igazából. Abszolút, igen. Édesapám számomra is, meg nagyon sok artista számára egy élő legenda. Tehát 30 évig volt a Magyar Cirkusz és Varieté artistája, majd 24 évig volt a Fővárosi Nagycirkusz
igazgatója azért 54 év alatt egy olyan követ tett le, ami szerintem maradandó. Nemzetközileg is nagyon-nagyon elismerik, mint cirkuszi szakembert. A mai napig is hívják versenyekre, zsűrizni, szakmai fórumokra, tehát nagyon nagyra van becsülve. Én ez mellett még azt is hozzá tudom tenni, hogy én jobb édesapát nem is tudnék elképzelni. Tehát az ő nevelési módja az mert milyen volt? Tudatos volt, és abszolút a teljesítmény felé tolt, ugyanakkor az értékrendje az mindig nagyon tisztán tükrözte azt, hogy legyek szorgalmas, legyek becsületes, és dolgozzak meg azért, amire vágyom. És ő kemény kritikusod is volt, tehát meg is, mert mindig megmondta, hogyha valami... Ő mindig megmondta, és mindig jót mondott, tehát nem vitt el az erdőbe. Ő nemzetközi szemmel nézte mindig a magyar cirkuszművészetet, és köztük engem is, és ő a nemzetközi mércéhez viszonyított a legelejétől fogva. Tehát eleve már én úgy készültem, ha lehet így fogalmazni, hogy én labdába tudjak rúgni, akár az első munkámmal is. Na, adjuk gyorsan azt a telefont, mert különben nem lesz időnk Kristóf Istvánra, úgyhogy kérem, hogy adjuk be az utolsó telefonálót. Jó estét! De most mi van? Mert látom, hogy itt kollega telefonnál rohangál, fölvette. Na, megvan? Én hallom magát, Gábor. És most már én is hallom önt. Jó estét kívánok! Jó estét, jó. Jaj, akkor maga Kristóf István is. Isteni. Igen, én vagyok a Kristóf István. Isteni. Milyen gyerek volt Krisztián? Mert most itt elmondta, hogy jól, hogy nagyon jók voltak a nevelési módszerei, de mit kellett rajta nevelni, hogy így kinevelődjön? Halló? Hát most sajnos nem halljuk. Halló? Halló. Igen, hallotta a kérdésemet? Igen, hallottam. Milyen gyerek volt a drága Krisztián fiam? Na, milyen volt? Na, hát egy jó gyerek volt. Nézd, ő egy cirkuszban nőtt fel, velünk együtt utazott, velünk jött, és a cirkuszban, hát... hogy mondjam, hát megvan egy munkabeosztás, egy rend, az egész élet végképpen az előadás körül és a gyakorlás körül forog, ezt látta, ebben nőtt bele. Értem, és rögtön látszott rajta, hogy tehetséges, vagy azért ez kétséges volt egy ideig? Nem értettem. Hogy rögtön látszott rajta, hogy tehetséges, vagy azért ez egy ideig kétséges volt? Jó, hát a tehetség az összetett, tehát ő sok minden akart lenni, nem egyszerre zsonglőr, tehát ő akart légtornász lenni, gyakorolt görgőt, egyensúlyozót, drótot, ugye magas drótot, mikor ki volt ott, ahol mi felléptünk, és aki neki tetszett. Aha. Aztán később állt rá erre, hát később 9 évesen, 10 évesen, és hát akkor elkezdett gyakorolni. És igazság szerint én nem piszkáltam őt soha, tehát nem kellett ösztökélni, hogy hát mi van. Amikor néha-néha esetleg ellopta a gyakorlási időt, a próbát, akkor megkérdeztem tőle, hogy ugye ma jól ment a próba. És akkor lehajtott fejjel, fogta az ő kis sportáskáját, amiben bele volt pakolva a rekvizit, és ment gyakorolni. Nem kellett vele, nem.
magabiztos, igazság szerint 10 éves korom óta tudatosan indult el és gyakorolt. Köszönöm szépen, sajnos nagyon későn jött létre a kapcsolat, úgyhogy most ez ennyi tud lenni. Köszönöm, hogy itt volt velünk, Kristóf. Kérem, Gábor, minden jó. Viszont hallásra. Sajnos nem lesz időnk az utolsó telefonra. Nagyon gyorsan, kb. 2 mondatba tervek. Tervek. Atlantis gyermekei című produkcióban szerepelünk augusztus 28-ig a Fővárosi Nagycirkuszban. Utána szeptemberben Guatemalába fogunk utazni, egy amerikai produkcióban, Vámpír Cirkusz néven, ahol ugyanezt a számot fogom csinálni, csak ugye fogakkal, mint Dracula. Dracula szerepében. Ezután pedig az a bizonyos hajóút, amit már említettem, tehát indulunk Velencéből, Suezi csatornán át, egészen Dél-Afrikáig, 6 hónapon keresztül tengeren fogunk szerepelni. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Még egy rövid számrészletet látunk majd tőled, de elmondom, hogy mi lesz egy hét múlva, április 25-én, egy Kossuth Díjas, egészen nagyszerű rendező, Zsótér Sándor lesz a vendégünk, aki elképesztő produkciókat hoz létre, például a Nemzetiben látható most 2 előadása Töröcsik Marival, akiből szintén hihetetlen, hogy miket képes előbányázni. Általában a színészeket szinte megreformálja és megújítja, tehát akkor egy hét múlva Zsótér Sándorral várom Önöket április 25-én este 9 órakor, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, megint lesznek ajándék színházjegyeink is, és akkor még Krisztián egy szivaron azért felemel egy pár széket, viszontlátásra. Szép estét! A műsor médiapartnere a Népszava.